Ez szól a móka. Móka! Bondi, csenge az a nagy nyavaja ember, Leventét már fel kéne hívni. Ott a... Mit nyomtál még? Mit nyomsz hát meg? A hívógombot. Nem a hívógombot, ahol kikapcsolod. Milyen hívógomb? Ha nem az őt, az őt elhívott. Na hívjad akkor, na már a te ide jobb, na jobb az ujjad. Na, mert az nem jó. Jól! Ne, ne! DJ! Na, ne! Hopp! Hopp! Halló! Szervusz, Leventa! Na vagy, Leventa! Na mi van? Leventáj! Na vagy, Leventa! Mi bajotok van, na mi van? Hallod, de Leventa! Békén agyar a hivatalhoz! Minek? Vasárnap! Azért már te papírt igaz, hogy alá kéne írjon. Mind a múltkor, hogy amit alá... Milyen papírt szoktunk aláírni? Amiben van egy rubrika, és oda be kell írni a nevedet. De minek írja megint, mit akartok izén is megérkedni? Mit akartok megint? Amikor ez múltkor, egy ódevencet, itt a papír, jöjjön alajra, na, de a fehér alá négyes. De mi van rajta? Mi a rubrikában nevet kell szerepelni, hogy beleegyezel abba, hogy igen, meg tudjuk venni azt a szűz Mária szobrot, ott ne a New Yorkokba, baj. Hogy... Minek feszeg rá szűz Mária szobrot? Hát ott a kicsika Jézus szobora nem elég? De lássak fentről, ha repülővel repülnek, az a kicsika nem látszik, és minden faluban van olyan, de nekünk egy ilyen nagyobb kéne, hogy látszódjunk. Tegyünk jel erősítőt rá. Akkor nekem hát az azon házat érted, de Leventa, hogy feltették, hogy állandó az a New York-i szűz Mária szobort oda, majd tartsa ott a nagy fagyiskáj. Hogy tartsa, hogy mit tartsa? De azt mondja a kurva, hogy ott belé fel lehet menni a fagylaltos csipórba. Na vegyük meg akkor, na, aláírom, hogy nem? No, miért tudna lejönni akkor a hivatalhoz? Most nem tudok, mert nem szabad kimenni, aztán jövő héten aláírom. De le van beszélve minden, vagy mi a házad? Reálva arunk, Isten, le van 6 pecsétet, rejöttettünk, csak az alajra asod kell. Na, meddig várjunk? Még 15-ig... Lebeszéltétek? Mennyit vettétek meg? Még nincs meg egyezve az ar, csak nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszélgetnek, és arra gondoltunk, jó lett volna, hogy te gyárnál, mert a tudsz véges, a németűs... Jó, sikátek vagytok, hát azok németek tá New Yorkba, hát New York, Berlin, a mind ott van. Hát azért mondtam, hogy németül, hát neki gyere. Hát azért mondjuk. A román sem no. Tudjuk rám, és én látod, na. Hát a hívj azt fel, és beszélek én már itt, no. Hallod, de azt tudjuk csinálni, hogy akkor Leventa, na, hogy látod a telefon, mert a gumicsizmába bele nyugasztunk, hanem tudod, de mit csinálunk. Így tartsuk a kapcsolatot, maradta itt a képben, és akkor meg kéne beszélni velük. Na, mert nem szabad elhalasztani a feszegnek pont egy ilyen nagy szoborké. Na jó. Na hívj, és beszélek, ne félj velük. Hallod, de addig álltad, én aláírom, jó-e? Írd alá, írd alá. No, azért én tudom az ő aláírását, mert én álltálagat írtam. Tudom, de ával is szokott a... Azt mondja, praise. Hívjad, hívjad, beszéljek vele. No. No, készen vagyok, mert angolunk, de nem tudjuk milyen nyelven kell beszélni. Meg lássuk, hogy szólnak bele. Azt mondja, no. Hello, én is mondom hello. Úgyhogy... Na lássuk, Mike. Na. Na azt a gombot, na hát leteszed Leventét, a másikot. Na akkor intézzed, te a jobban tudod. Hello? Guten Tag! Hello, how are you? Hello, you? Guten Tag! Yeah. Was magst du? No. What are you talking about? Hello? No, me? Do you speak English? Hi. Mit vagyok én, hajos? Your room is fine. The birds, the dad, worried too. I call you? Nem a jókot emlékezd, alig van még 80 darab juhunk. I call you? Yes? You call me? Call you Suze Maria Statueto. Szobor, azaz. Yes, yes. Azaz. Yes, ice yes. Cream. Sortation.
Sus Maria. Maria. Mi tiftatok, Ámér? Ki tiftatok? Valami papokot tiftatok. Don patka hello here. Don patka hello. Valami olasz hallja, valami don. Valami don oszal. Hello. My name, Kocsi Garabanes Feszegi Primor. Polgármester. President. Szubpolgármester Feszeg. From Feszeg. Aj, new polgármester. Do you speak Hungarian? Transylvanian? Nem, magyarul. Magyarul. Hát ezek magyarok. Magyar. De nem tudsz magyarul beszélni előre, hé? Szipattok itt. Hát de honnan tudjuk, hogy ti magyarok vagytok? Na mondjátok, ki hívtatok? Hát elég szépek vagyunk, nem? Hát elég szépek. Na mindegy, az a lényeg, így legalább megértsük egymást. Ugye láttuk azt az izét, hogy feltették magik, hogy eladó az a Nagy Szűz Mária szobor. A víz közepébe belé van oda állítva. De itt van valami sántaság, mert mi nem Szűz Máriát áruljuk. Mi a szabadság szobrot? Az. Hát de szabadságot, a szabadság szobrot ide hiába hozó, mi annyi szabadságot nem tudunk adni. Bar. Ilyenkor dolog időben. Bar, nekünk jusson. Mennyi az utolsó arra? Faliből mennyit hagy ki? Tehát még az elsőt sem mondtuk. De minket az nem is érdekel. Annak a faliből mennyit hagy ki? 1 millió. Mi? Láj? 1 millió dollár. Hát az olyan nincsen. Laventa, hallod-e? Laventa. Mi? Így mondjad, ne olvassak le a szajtot. Bondinak van könyv a kamionról, és ő a kamiont be tudja beárasztani oda a New Yorkokba. De hallod-e? A motorcsónokkal el lehetne a tengeren hozni. Ért? Valamit se kéne fizetni, sehol, se útadó, se sem. Arra is van könyve. Motorcsónakra is van neki. Na, hallja, oké! Igen? A Feszeg, az a szerencsénk, mert a nagy szerencse, hogy a Feszegben van, ugye megvettük volt mi Angliából az óceánest, azokat a blámos vizeket, és állhoztuk ide. Ott az a Feszegi óceánból végyújtsuk a csónakocskát, Bandi bátyám végyújtsa, és nyolkig fel tudunk a kicsi csónakkal menni. A húzunk mellé a spanifert, vessük át, van visszük el. A képen látták csak eddig ezt a szobrot? Igen. De szép, a biztos, ami az övé. Csak a szomorú, nem tudom. Most nézzenek ide, ha kihúzom magam, meg ő is, húz ki magad. De most ennek a százszorosa olyan magas. Nagyon magas. Ha? Hát az a baléfér, hallod, hogy bejutottad, valahogy lekötött sához oda. Egy olyan világ. Kérdésem lenne, hogy... Lenne egy kérdésem, hogy egy ilyen székely népviseletet látná-e arra, mert olyan szomorú színján van annak a szobónak. Egy székely népviseleti ruhácsa. Kazira valamit hosszam, mert hogy felemeli, épje, le van csúszva, feszek, olyan hideg van, megfázik a gazát, fogja izé. Igen. Szerezünk, de akkor most menjünk bele a részletekbe. Eleve a korona, ami rajta van, az külön felár. Nem kell, mert koronából úgy jutottunk mostanában itt mindenhol, hogy a koronát takarítsák le a fejről, mert úgy akkor nem kell. Mi teszünk ügyesen a sapkátra, nem hát itt aztán olyan tél van, hogy... Na most a tüzes fagylalt az kell a szoborból? Hát hogy tűzás? Hát a fagylalt, akkor hogy nem olvad el, hogy ott tűz van, és fagylalt is? Ez ilyen speciális amerikai fagylalt. Hát akkor bár. Itt teszünk speciális feszegi valamit, egy üvegsőt, valamit a kázi. Nem kell az a izé. Nem kell. Nem kell, hát így is alig fél el a csónakban. Igen, a fagylalt se kell. Na most, ami az árát növeli, az, hogy részből van. Hát csak akkor én a rázát, azt mi válfassuk le, akkor az a csomó olajfestékkel, mert mi
Le akarjuk a hátat vastani zöldre, az aláit pirosra. Le kell kazáljuk, mert itt, ha meglássak részbőve, a hónapra nem lesz szobor semmi sem. Hogy én azt tudom mondani, hogy Amerikának büszkeség lenne, hogy ez a szobor feszekbe kössön ki. Na, az egyszerűen biztos. Hát de miért? Nekünk... Hogy miért? Hát a híreket maga nem nézi, hogy feszekben milyen élet van? Látta. Milyen élet van? Hát jobb, mint kint. Hát olyan, hogy tudjak itt milyen élet van. Jó, ásra tudjuk mondani, jó. Ilyen né. Az jó. Maguk nagyon jól állnak egyébként anyagilag, azt látom. Szóval mi újság a pénzre? Amíg a pénzre eltérnénk, még egy dolgot akartam én magittól kérdezni. Igen. Hogy a fájt, ides-ügyes, a korona ugye lekerül a fájről, mert annak nem kell. Igen. A fájt ki lehetne cserélni ilyen garabánes korcsi fájra. Az övé. Az enyémét, az én fájamét, nem a korcsiét, az hát de nem kérdezik, hogy most itt nekiessünk fúrni, faragni, meg újra önteni. Hát én mi vagyunk a vevők. Hé, haggasztó aparat, kell egyéb semmi, és ott ezt egy kicsit oda csiptálni, ne? És annyit kell. Akkor ha fejátnám legalább egy olyan mosót, egy ilyen, ne? Hát nekünk nincs olyan szakemberünk maguknak van. Küldjenek ki egyet. Megcsinálom, mert én ahogy én haggasztom oda, hova kell. Dondi, megcsinálja a bicskával balik orszója, azt olyan elintéz. Na de most, akkor ő kijön, az ő költsége kié? Hát nem a miénk. Ott magik ott nem érdekel az ő költsége, mert a mink költsége érdekel. Viszek egy generátor nekem, arrom, lesz, rántom, bísod, nem kell nekem semmi költség. Bondi, ügyes menj zöldségét úgy, hogy úgy a bás. Igen. Ugye arra szoktam kerülni, csak most le volt zárva minden, hogy felengedték, mondom a hirdetés, meg már tálkehozni. Van egy másik ötletem. Igen. Mi annyi dollárt nem tudunk adni, de van csónak áfér az ajabot, még van hány. Küldünk ki három juhot, két fél barány, azokat már levágtuk, csak még két megmaradt a húsvétrós, azt elküldjük, mindegy, azt még nem kell tudjak. Hanem küldjük a két fél barányt, három juhot, két disznót, és ezek olyan, hogy az ezeket meg lehet párosítatni, és ezekből olyan állomány lesz ott a New Yorkokban, hogy... És akkor pont jó, mert ha leveszik a szobrot, az a plac megvan, hogy ott kárítik be, és ott a tali van juhval, és állattal, és milyen szép állomány. Van két batakjukom, azt is tudok én ezeknek. Két tyúk ajándék. Na, az áron kívül, ez csak most, csak magiknak. Igen. Rendes tyúk ezek, rendes. A tyúkot meg elég. Hogy ezek olyan tyúkok, hogy egy nap egy tyúk 35 olyan stoik. Mint a golyószóra úgy tojna. Félre kell állni, utánig nem szabad menni, mert az ember a tojást mindezt a tapod. Ja. Csak annyit éppen azt magik intézzék el, hogy amikor a csónakkal odaér, ott a tőcsériba a szobornak senki se legyen, hogy azt takarítsak le, ott ne sétál a fikáim. Mert itt állunk karanténba kerül, ha izébe itt, ahogy jönnek át. Igen, mert ha áthozzuk az embereket a szobron, akkor az 15 napra ide karanténba. Még kell izoláljuk ide az izébe. És az állatokat kapjuk meg. Gyorsan kidobálja a Bandi. Kikötöm én oda. Kiköti. Bandit a visszaért olyan, hogy a segítségbe felnyomod, hogy lehassan, hogy mennyit fogja. Amíg mi a szobrot nem leassuk, addig ti állatot nem puszíltok. Annyi, Szági. Nem kellett. Na most ezek befenyítettek bennünket? Ördökön ott vagyok, ha nincs szobor, viszek egyába. Az alapot, de valamit elhozok, az egyszer biztos. Rendben. Csináljuk azt, hogy most felhívjuk az ügyvédünket, aztán majd visszahívjuk magukat. Jó, jó. Mi hívtunk titeket? Ügyvédet. Intézzétek a kultúr, az ügyvédeket, tűszoktartok intézni, én ezekkel a doktorokat fedem, ezt a fixecsén, mely az ügyvédeket.
szól a móka.